Egymást váltották az autók, motorok, kerékpárok és a gyalogosok is a szántód révben egész nyáron. A nagy hőség sem tántorította el az utasokat a Balatonnál. A nagy forgalom pedig újabb rekordot generált. 200 ezerrel több utasunk volt az idei évben, mint a tavalyi év hasonló időszakában, egy 10%-os utasforgalmi többletről beszélünk. Gyakorlatilag elértük a 2 millió utast már augusztus végén, ami a tavalyi évben októberben sikerült, 2019-ben, a másik csúcsévben pedig csak az év legvégén. A kompok, a személyhajók és a menetrend szerinti hajók is népszerűek voltak a Balatonon. A nyári szezonban minden negyedik jegyvásárló már online vagy a kikötőben elhelyezett automatákon keresztül vásárolta meg jegyét. 60 ezerrel több utasunk volt a kompokon, és több mint 130 ezerrel több a személyhajókon. Az látszik, hogy nagyon népszerűek az új hajók, hiszen a személyhajók között is a dobogó első, illetve harmadik helyen a két új katamarán végzett, és ugyanez a helyzet az új kompokon, nagyon keresik az utasok ezeket a hajókat, ezeket az útvonalakat, de rajtuk kívül egyébként a sétahajózás, a Fonyód-Badacsonyi útvonal, vagy éppen a gyerekprogramok is rendkívül népszerűek voltak, és jelentősen növekedtek az előző évhez képest. Ősszel sem áll le a hajózás a Balaton, hiszen a helyben lakókat és a turistákat továbbra is várják a sétahajók, valamint a főbb útvonalakon közlekedő menetrend szerinti hajók. A társaság programhajókkal is várja a vendégeket, emellett a kompok is tovább közlekednek a két part között. A kiemelt útvonalakon, a nagyobb kikötőkben folyamatosan most még hétköznap is közlekedünk, ezt a későbbiekben majd egy hétvégi menetrend fogja felváltani. Nagyon sok lesz a települési program, ezekre is rá fogunk csatlakozni, illetve ilyenkor ősszel a különböző egyedi programok, a különböző hajós rendezvények kerülnek még előtérbe, és természetesen a kerékpáros turizmus is, hiszen több mint 150 ezer kerékpárt szállítunk el minden évben. A Szántódrév és Tihanyrév közötti kompjáratok szeptemberben is sűrített menetrenddel járnak, reggel 7 óra és este 21 óra 15 perc között fél óránként indulnak.